Új lábazat, burkolat, valamint nyílászárók, korszerűsített elektromos hálózat, illetve napkollektorokkal ellátott fűtési rendszer, és még számos új orvosi eszköz, ezek mind a fejlesztés részei voltak a nyírteleki orvosi rendelőben. Az önkormányzat csaknem 30 millió forintos belügyminisztériumi pályázati forrásból, valamint először 5,3 millió forint önerővel, majd további 10 millió forintos kiegészítéssel finanszírozta a beruházást. Szekeres József nyírtelek polgármestere úgy fogalmazott, az egészségház egy összefoglaló név, amely arra utal, hogy egyszer három intézmény működik itt, házi orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat. Mindig akik itt dolgoznak, ők írják össze, hogy mi az, amit szeretnének, tehát milyen eszközöket szeretnének, mi az, ami nekik fontos, mi az, amiről betegek részéről igény van, mi az, amivel tudnak dolgozni. Ez most is így volt, és ennek következtében Takács Anikó doktornő, illetve Czakó Tibor doktor úr állították össze azt az eszközparkot, amit utána pályázatból az önkormányzat megvett, mert én úgy gondolom, hogy nyilván szakmailag ők értenek a legjobban ezekhez, és nekik kell ezzel dolgozni, és ha mi csak annyival tudunk hozzájárulni ez a nehéz munkához, hogy olyan eszközökkel, olyan helyen dolgoznak, ahova szívesen járnak, akkor én azt hiszem, hogy a mi részünkről, amit lehetett, megtettünk értük. Dr. Takács Anikó háziorvos, aki egyben a település alpolgármestere, az új eszközök és lehetőségek közül a 24 órás vérnyomásmérőt, valamint az online kommunikáció és ügyintézés fejlődését emelte ki ünnepi beszédében. Azt mondta, akkor lenne igazán boldog, ha a munkája nagy részét nem az előre haladott betegségek kezelésével, hanem azok megelőzésével tölthetné. De, mint mondta, ehhez az kellene, hogy a lakosság ne csak akkor keresse fel a háziorvost, amikor már nagy a baj. Minden hónapban szűrjük a lakosság egy részét, akit oda tudunk hívni, aki belátogat hozzánk, mérjük a vérnyomását, EKG-t készítsünk, laborvizsgálatokat végezzünk, ereit megvizsgáljuk, hogy nincs-e érszűkülete vagy valami elváltozása. Ezzel meg tudjuk előzni a súlyos érelmeszesedést, ha időben felismerjük és elkezdjük kezelni, és folyamatosan karbantartani. Ez lenne a fő célom, és ezt üzentem a lakosság felé. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az elmúlt közel 10 évben nem romlotta a megye lakosságának egészségi állapota. Javult ez a statisztika a Covid-járvány kitöréséig, tudjuk mondani 2010 és 2019 között, hogy a férfiaknál ebben a megyében mintegy 3 évvel javult a várható élettartam, a nőknél is, ott kevesebbel, de a nők eleve az országban és itt a megyében és a településeken is tovább élnek, tehát még azt mondhatnám, hogy országosan 77-78 között van a nők várható élettartama, addig a férfiaké az olyan 73-74 között, és ezt az átlagot már utolértük Szabolcsba a férfiaknál, hiszen korábban ez egy rosszabb adat volt. A nyírteleki születésű képviselő úgy véli, a modern orvostudománynak 3 alapfeltétele van, a jól képzett orvos, a modern eszközök, valamint a korszerű épület. Nyírteleken mind 3 adott.